Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Veszélyes és szabálysértő a lépcsőházakban teleltetni a növényeket. Te hogyan előznéd meg? Eredményt hirdettek a rendőrség kisfilm pályázatán. Csendes óra, évente két alkalommal elcsendesül a pécsi állatkert. A tűzoltóság a mentők bejutását, de akár saját menekülésüket is megakadályozhatják azok, akik a lépcsőházakban teleltetik növényeiket. A katasztrófa védelem ezért újra felhívja a figyelmet a veszélyre, és kéri a társasházak lakóit, hogy a növényeiket ne a lépcsőházak lépcsőjén és fordulóiban helyezzék el. Nem csak veszélyes, de szabályt is sért a lépcsőházakban elhelyezett növény. A lépcsőházakban a lakóknak ugyanis biztosítaniuk kell a zavartalan, biztonságos közlekedést, valamint veszély esetén lehetővé kell tenni az építmény kiürítésének lehetőségét. A katasztrófavédelem szakemberei szerint ennek ellenére nem ritka eset, hogy sokan a lépcsőkön és lépcsőfordulókban teleltetik a növényeiket, ezáltal leszűkítik a folyosókat, így veszély esetén sokkal nehezebben lehet közlekedni az épületben. Társasházakkal kapcsolatosan alapvető szabály, de egyébként talán minden ingatlan ezt elmondhatjuk, hogy az épület részeket, illetve az egyes helységeit, ugye a közlekedésre szánt, vagy közlekedési célú helységeket is rendeltetésnek megfelelően kell használni. Ugye itt biztosítani kell azt, hogy az ott élők, illetve az ott közlekedők azok zavartalanul és biztonságosan tudjanak egyrészt közlekedni, másrészt pedig, hogyha veszély van, akkor a kiürítésre szánt időn belül az épületet el tudják hagyni. A Baranya megyei katasztrófa védelem ezért ellenőrzéseket is végez, illetve bejelentésre is felülvizsgálja az érintett lépcsőházakat. Sárkány Sándor sajtószóvivő hozzátette, hogy minden lépcsőház más, így a különböző épületekre más szabályok vonatkoznak. Mondjuk, hogyha tűzeset van, vagy füst van a lépcsőházban, nincsen áram, sötét van, akkor is tudniuk kell elhagyni az épületet, és ha mondjuk ott növényeket helyeznek el a lépcső, akár a lépcsőfordulókban, a lépcsőkön, akkor ez egyrészt az ő menekülésüket fogja akadályozni, másrészt pedig a tűzoltók munkáját is fogja akadályozni, mert ők is ott fognak, hát mondhatom így, botorkálni az épületben. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy a növényeket a lépcsőház tárolójában helyezzék el. A pontos szabályról és a kivételes esetekről részletesen pedig a Baranya megyei katasztrófavédelem weboldalán tájékozódhatnak. Egy pohárba töltött folyadék adott ihletet annak a fiatalnak, aki megnyerte a Baranya megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési kisfilm pályázatát. A Te hogyan előznéd meg elnevezésű pályázattal a fiatalok figyelmét szerették volna felhívni a közlekedési balesetek megelőzésére. A pályázattal nem csak a baleset megelőzés fontosságára szerették volna felhívni a diákok figyelmét, hanem az elkészített pályamunkákon keresztül tájékozódni arról, hogy a fiatalok hogyan látják a közlekedést. A pályázatra 15 pályamunka érkezett be. Ezeket rangsorolták, majd kitüntették azokat a videókat, amelyek mondani valójában, kidolgozottságában és egyediségében is egyedülállóak voltak. Megmondom őszintén, hogy amikor ezt kitaláltuk, ezt a pályázatot, akkor szokták mondani, hogy 19-re húztunk lapot, hiszen nem tudtuk, hogy mennyi pályázat fog érkezni, és mennyire fog érdekelni a fiatal. Ez a pályázat. Nagyon meglepődtünk, amikor gyakorlatilag közel 20 pályázat érkezett be, és nem csak Baranya megyéből, az ország minden részéről. Nagyon jól megfogták a fiatalok, nagyon érdekes az, hogy milyen jól látják, hogy hogyan közlekedünk mi, hogyan látják a közlekedési szabályszegéseket. A pályázaton Körtési András kisfilmje oklevelet érdemelt, emellett azt is megosztott a stábunkkal, hogy miből merített ihletet a film elkészítéséhez. Igazándiból ez az ötlet így egyik este jutott így eszembe, hogy tényleg az, hogy egy pohárnak az alján látott képet vizuálisan mennyire tudja roncsolni az arra töltött folyadék, ami mondjuk ilyen esetben legyen mondjuk alkohol, és ezt próbáltam párhuzamba vonni azzal, hogy az alkohol milyen hatással van a vezetőknek a látására. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság a későbbiekben tervezi hasonló pályázatok kiírását, hogy minél több tehetséges fiatalnak biztosítsanak lehetőséget saját nézőpontjuk érzékeltetésére. Hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a pécsi állatkert az első Csendes óra elnevezésű programját. Ez azt jelenti, hogy az állatkertben szünetel majd a hangos munkavégzés, így az autizmussal élő gyerekek is zavartalanul tekinthetik meg a mecsekizó állatait. A tervek szerint évente két alkalommal csendesül majd el a pécsi állatkert. Az első ilyen nap november 27-én lesz.
Nem lesz majd hangos munkavégzés, és lekapcsolják a nagyobb hangot kiadó gépeket is, ezzel segítve azt, hogy az autizmussal érő gyerekek is zavartalanul megcsodálhassák az állatkert élővilágát. Én úgy gondolom, hogy két pont nagyon fontos ebbe. Az egyik, hogy a különleges figyelmet igénylő társainkra milyen tekintettel fordulunk, hogyan állunk hozzájuk, hogyan segítjük az ő fejlődésüket, együttműködésüket, beilleszkedésüket abba a társadalomba, amelyet mi közösen létrehoztunk. A másik pedig, hogy a természettel való viszonyunk, az hogyan jelenik meg a hétköznapjainkban. A város önkormányzata is támogatja az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket. Bognár Szilvia, Pécs alpolgármestere elmondta, számos program segíti a városban a fogyatékkal élő kikapcsolódását. Olyan projektek kapcsolódnak hozzájuk, amelynek részeként fogyatékkal élő embertársaink, hátrányos helyzetű diákok mind-mind kedvezménnyel vehették igénybe az állatkert szolgáltatásait, és nem csak, hogy kedvezményes belépővel látogathatták meg, hanem foglalkozásokat is szerveztek a részükre. November 27-én 8.30-tól 11.30-ig csak a csendes órán résztvevők látogathatják a pécsi állatkertet. A hagyományos állatkerti séta mellett sok egyéb meglepetés programmal is készül a Mecsekizó. A Star Wars teológiáját is megismerhették a résztvevők a Hittudományi Főiskolán megrendezett kutatók éjszakáján. Az előadók az ószövetségi és újszövetségi témákat egyaránt izgalmas szempontok alapján mutatták be, hogy felkeltsék az érdeklődést a hittudományok és a teológia iránt. A kisfiának van egy nagyon szuper, be lehet kapcsolni, fényes, világít, műanyagból van, de nem lehet vele küzdeni. Annak idején nekünk volt két partvisunk. És ezzel a partvissal szuper jól tudtuk csapkodni a másiknak a karját, meg egymást is szereztük néha két küzölt foltokat, de számukra ez olyan volt, mintha Jedi lovagok küzdöttek volna. Csillagok háborúja már kultikussá vált sorozatának teológiai elemzését hallhatták az érdeklődők elsőként a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola nyílt programján, a Kutatók éjszakáján. Bár a hagyományos Kutatók éjszakája programsorozatot szeptember közepén rendezték meg, a Pécsi Hittudományi Főiskola hallgatói akkor a városunkban megrendezett katolikus társadalmi napokon vállaltak aktív szerepet, így néhány héttel később várták az érdeklődőket, hogy megmutassák, milyen izgalmas tudományterületekkel foglalkoznak, így került terítékre a kocogás vagy kacagás témája, a héber nyelv titkai vagy éppen a csillagok háborúja. Egyszerűen azért, mert ez érdekel engem, ez az, ami most fontos számomra. Nyilván ez egy populáris kultúra, de én úgy gondolom, hogy a világ minden területén meg lehet azt találni, hogy milyen módon jelenik meg a vallás, milyen módon jelenik meg a hit, hol jelenik meg a jóság, a szeretet, és én úgy gondolom, hogy ez minden ember számára fontos és vonzó. A tudományterületek között mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelőt. A figyelemfelkeltő témák mellett a nyílt nap célja, hogy meghozza a fiatalok kedvét egy-egy új terület elsajátításához. Érdekelt a héber nyelv titkai, története és érdekességei című előadás, és később szeretnék én is hébert tanulni. Az előadások közti szünetben ráadásul igazi különlegességgel kínálták a Kutatók éjszakája résztvevőit, a Szentírás alapján elkészített ételekből választhattak. Ezek Jézus és előtte lévő korabeli ételek, amiket itt láthatunk. Talán láttunk itt sára kenyerét, az Ószövetség kivonulások könyvében található, amikor Ábrahámot és feleségét meglátogatja az Úr. Tudottam előre a visszacsatolásat kapja. És Ábrahám elküldi a feleségét, hogy készítse három beklit. Hát nekem csak kettőt sikerül. A Kutatók éjszakája a Hittudományi Főiskola nyílt napja, elsődleges célja, hogy minél több fiatalnak meghozza a kedvét a teológiai tanulmányokhoz. Az idén 222. tanévét megkezdett főiskolán csak nem 200, köztük 60 első éves hallgató tanul. Ez a hallgatói létszám az elmúlt években folyamatosan emelkedik, ami többek között annak is köszönhető, hogy a Pécsi Egyházmegye családias hangulatú főiskoláján a változatos tematikájú képzéseket a Pécsi Tudományegyetem bölcsész és természettudományos szakjaival párban is végezhetik a hallgatók.
Karamellel is együtt zenéltek a Gandhisok kedden este, tehetséggel és támogató közegben szinte nincs lehetetlen. Röviden összefoglalva, ez volt az üzenete a Pécsi Gandhi Gimnázium fenntartója által szervezett immár negyedik nagy koncertnek. A Kodály Központban bemutatott produkció a Messziről Magasra címet viselte, és ahogy a korábbi előadások is, zajos sikert aratott. Az idei Áder János köztársasági elnök fővédnöksége alatt szervezett koncertet egy újabb színfolttal is gazdagították a szervezők. Az előadás szünetében, a Kodály Központ előterében az iskola fotóművészetet tanuló diákjainak munkáiból nyílt kiállítás. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Veszélyes és szabálysértő a lépcsőházakban teleltetni a növényeket. Te hogyan előznéd meg? Eredményt hirdettek a rendőrség kisfilm pályázatán. Csendes óra, évente két alkalommal elcsendesül a pécsi állatkert. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán késő estére 10 fokig hűl le a levegő hőmérséklete Pécsett, csütörtök hajnalban pára és kötfoltok képződhetnek, délelőtt felszakadozik a felhőzet, délutánra hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap városunkban. A déli délkeleti szél több helyen megélénkülhet, napközben 14 fokra számíthatunk. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!